engedjék meg, hogy felolvassam miniszterelnök úrnak a ez alkalomból a mi közösségünkhöz és a tágabb közösséghez intézett sorait. Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyarországi tragédia 70. évfordulója alkalmából Magyarország kormánya a Magyar Holokauszt 2014 emlékbizottságon keresztül idén számos eseményt szervez. A mai, a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján rendezett tudományos emlékülés is része az eseménysorozatnak, amelynek célja elsősorban a múltunkkal való szembenézés, megértés és megbékélés. Emlékezés és emlékezet nélkül ugyanis nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet. A holokauszt az egész emberiség ellen elkövetett rémtettek sorozata, éppen ezért az egész emberiség tragédiája, ahogy a magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának. A Holokauszt 2014 emlékbizottságot azzal a céllal hoztuk létre, hogy ébren tartsuk az emberek emlékezetét, nem tűrhetjük és nem is tűrjük, hogy bárkit vallási vagy etnikai hovatartozás okán megbélyegezzenek, megalázzanak vagy bántalmazzanak. Ezért hirdette meg Magyarország kormánya a zéró tolerancia politikáját. Egy múzeum videómi anyagának egyikében egy holokauszt túlélője azt nyilatkozta, hogy a bűnt meg lehet ugyan bocsátani, de sohasem lehet elfelejteni. Ez jól összevág a példabeszédek könyvében is olvasható mondattal, mely szerint az igazak emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. Úgy legyen. Balatonszászló 2014. január 23. Üdvözlettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Köszönöm, hogy meghallgatták a miniszterelnököt. Tisztelt elnök úr, üspök urak, hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Az ember életében fokozatos a megismerés, ahogy a holokauszttal szembesül. Ahogy nő föl, egyre több mindent hall róla, egyre több mindent ismer meg róla. Kezdetben én magam is, talán csak egy-két felnőttektől elkapott beszélgetésben hallottam, hogy volt, ahonnan eltűnt egy szomszéd, volt, ahonnan eltűnt egy osztálytárs. Ahogy aztán nőtt az ember, elkezdett olvasni a zsidóüldözésekről. A történelmi könyvekből már dátumok, időpontok és helyszínek is hozzáadódtak az ismeretekhez. Aztán fokozatosan, ahogy elérte az érettségit és már a 18-as karikával ellátott filmeket is megnézhette, megélte azt a borzalmat a filmvásznon keresztül, amit egy-egy ember vagy egy-egy család életében az elhurcolás vagy a haláltáborok jelentettek. Aztán, ahogy tovább nőtt és ellátogatott mondjuk a Terrorháza Múzeumba, kézközelben láthatta azt a helyszínt, ahol mindezt megtették. Vagy én magam, ahogy utána eljutottam Jeruzsálembe, a Yad Vashem intézetbe, a múzeumba, az emlékparkba, a gyermekáldozatok múzeumába, láthattam mindazt, hogy ez a zsidóság történetében mit jelent, hogyan dolgozták föl a múlt tragikus eseményeit egy-egy tárlat esetében, és hogyan láthattuk meg ennek az embertelen eszmének kicsi magból való teljes gyökereteresztését, és hogyan vetett ez a fa árnyékot akár az egész európai kontinensre. Aztán később, az élet menetével eljutottam Auschwitzba is. Abba a haláltáborba, amely ma 69 évvel ezelőtt szabadult fel. Eljuthattam abba a magyar barakba is, ahol az előbb említett osztálytársak vagy szomszédok az utolsó heteiket vagy az utolsó napjaikat töltötték. Láthattuk azt a képeken, miként fogytak le 30-40 kilóra, miként éltek embertelen körülmények között, és láthattam azokat a rekonstruált kamrákat is, gázkamrákat, ahol előbb mérges gázzal tömegesen megölték őket, majd pedig utána a különböző kazánokban megsemmisítették a holttestüket, hogy ne maradjon bizonyíték az embertelen tettek után.
Mindenki számára, aki ezekre a helyekre eljut, úgy érzem, egy életre szóló és megdöbbentő élmény, hogy miként fordulhat ki az emberiség önmagából, és miként lehet sorozatban gyártani a halált, miként lehet egy tábor önmagában egy halálgyár. Lehet, hogy az az auschwitzi haláltábor, amelynek a felszabadítására ma emlékezünk, több száz kilométerre van Magyarországtól, de ugyanúgy a magyar történelem része, mint a körülöttünk elterülő négyzetkilométerek. Hiszen ugyanúgy magyar honfitársaink ezrei, tízezrei és százezrei kerültek ilyen haláltáborokba, és az ő történelmük mi történelmük is. Magyarországon a holokausztról szabadon beszélni leginkább csak 25 éve lehet. Ez egy óriási hátrány más szerencsésebb sorsú nyugat-európai országokhoz képest, akik már a második világháború végén teljesen szabadon elkezdhették a holokauszt feldolgozását. Ugyanakkor ez azt is jelenti a számunkra, hogy háromszoros sebességgel kell tanítsuk, megismerjük, dokumentáljuk és emlékezetünkbe idézzük az ott történt eseményeket. Ezért fontos, hogy az új nemzeti alaptantervünk már a zsidó közösségekkel együttműködésben született, és tartalmazza mindazt, amit fontos tartalmaznia az évszázadokon át tartó zsidó-magyar közös békés együttéléssel kapcsolatban. Hiszen onnan számtalan jó példát fel lehet hozni a történelmből. Az állam feladata és működése, ennek a lényege az, hogy az állampolgárai számára pozitív, jó döntéseket hozzon. Az állampolgárai szabadságát azért biztosítsa, hogy ők a közjót szolgálva, a saját maguk javát szolgálva a jellemük legjavát tudják kiteljesíteni. Nem jó, ha egy állam bármiben elnyomja a polgárait, ami a közösség számára hasznos, hanem biztosítani kell a teret arra, hogy ki önmagát kibontakoztassa, a szabadságát kiteljesítse. A jó állam a jót szabadítja fel az emberből, a rossz állam viszont a rossznak nyit korlátlan lehetőségeket. Amikor a vészkorszakra emlékezzünk, akkor az államnak ezt a diszfunkcióját látjuk. Amikor nem arra törekedett, hogy ki a jót élje meg magából, hanem azoknak biztosított teret, akik az emberélet rossz oldalát akarták minél magasabb szintre emelni. A gyűlöletből sokan éltek korábban is, és biztos ma is nagyon sokan vannak, akik a gyűlöletből akarnak élni. Ugyanakkor az állam a teljes irracionalitásnak a területére téved akkor, amikor nem csak hogy nem engedi, hogy a polgárai saját érdekükben éljenek, hanem a polgárai érdekeivel, vagy akár életével, szabadságával szemben kormányoz. 70 évvel ezelőtt, sajnos, és ezt szégyelhetjük mindnyájan, nagyon sok honfitársunk volt, aki kollaborált az akkori náci ideológiával, aki maga is nyilasnak szegődött. Ezért fontos, hogy az új alaptörvényünk és a jogszabályaink ezeket a bűncselekményeket el nem évülő, emberiesség elleni bűncselekményeknek nyilvánítják, történtek bár háború idején, vagy háború idején kívül. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ebben az időszakban az állam nem tudta megvédeni polgárait. És valóban felelőssége kell, hogy legyen az államnak azon a területen, amikor rémtetteket a holokauszt idején magyar állam nevében követtek el. Magyarországon az elmúlt 25 évben szerencsére egyik kormányban sem működtek olyan politikusok, amelyek bármifajta ideológiai azonosságot mutattak volna a vészkorszak politikusaival. Ugyanakkor történelmi tény, hogy magyar állampolgárainkat nem tudtuk akkor magyar államként és magyar civilek közösségeként megvédeni. Az ebbéli felelősségünk egyik jele például a holokauszt túlélőinek nyugdíjpótlékával kapcsolatban az az intézkedés, amely 250%-kal megnöveli ezt. Ezzel nyilván jóvá tenni azt nem tudjuk, ami 70 évvel ezelőtt történt. De kifejezni ki tudjuk azt,
hogy amiben lehet, együtt érzünk velük, kárukat enyhítjük, és igyekszünk az áldozatoknak minél nagyobb elégtételt adni. Tragédia a 70 évvel ezelőtti eseményekben, hogy magyarok támadtak magyarokra, magyarok lőttek magyarokra. Nem fogható föl józan emberi értelemmel, hogy ezt miért tették meg, de ezért mondhatjuk azt, hogy ez az emléknap legyen akár nemzetközi emléknap, vagy április 16-a a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja, nem a zsidóság ügye, nem a zsidóság emléknapja, hanem a magyarság ügye és a teljes magyarság emléknapja. És jó alkalom, hogy ilyenkor emlékezünk azokra a hősökre, akiknek nevét itt a terem szélén önök is láthatják, akik bátrak voltak és mertek életeket menteni, idősebb Antal József, Mincenti Bíboros, Slachta Margit, Salkaházi Sára, Sztéló Gábor, és még sorolhatnánk szerencsére hosszan a sort. Büszkék vagyunk arra, hogy a budai és a pesti alsórakpart ezeknek az embereknek a neveit örökíti meg. Ők zsidókat mentettek, ők magyarokat mentettek. E kettőt nem lehet és nem is szabad ketté választani, hiszen ki mondaná meg Radnótiról, hogy melyikbe tartozik, Szerb Antalról, vagy Rejtő Jenőről, hogy hova sorolható, ők mindnyájan a mi veszteségeink közé sorolhatók. Ezért volt fontos a Wallenberg emlékévnek a megtartása, hogy az embermentőkre és az áldozatokra egyszer emlékezzünk. Ezért fontos a mostani holokauszt emlékév. Ezért fontos, hogy 2000 óta április 16 a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, és hogy létrejött a Holokauszt Múzeum és az egész itteni dokumentumgyűjtemény. Fontos, hogy az új büntető törvénykönyvünk szigorúan fellép minden gyűlöletbűncselekménnyel kapcsolatban, és lesújt azokra is, akik tagadják a holokausztot. Fontos, hogy az új alaptörvényünk hatályos szövege és a polgári törvénykönyv most már a közösségek méltóságát is védi, és európai szinten is elsők között lehetőséget biztosít mindenkinek arra, hogy fellépjen egy kisebbség, egy vallási csoport, vagy bármilyen közösség érdekében, hogyha azt a közösséget, vagy annak egy másik tagját valamilyen jogtalan támadás vagy gyűlölet kampány célkeresztjébe veszik. Elmondhatjuk, hogy az antiszemitizmus szinte sohasem jár egyedül. Mindig kéz a kézben jár az idegen gyűlölettel, vagy a cigány gyűlölettel, vagy az izrael ellenességgel napjainkban. Ezek a különböző gyűlöletformák mindig egymás kezét fogják, mindig egymást erősítik, szinte az egyik sincs a másik nélkül. Ezért fontos ezeken az emléknapokon mindegyik ellen felszólalni, hiszen ezek egymást erősítő és az emberi méltóságot kölcsönösen célba vevő, semmibe vevő vagy relativizáló irányzatok. Magyarország azonban motorja is kíván lenni az európai közös emlékezésnek. 2011. júniusában, amikor Magyarország töltötte be az Európai Unió soros elnöki tisztét, lengyel és litván barátainkkal együtt terjesztettük elő, hogy augusztus 23-a az európai 20. századi totális diktatúrák áldozatainak emléknapja. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország Európai Uniós elnöksége és előterjesztése révén a Molotov-Ribbentrop paktum alásának évfordulója augusztus 23-a minden évben emlékezés és lehetőség az emlékezésre a totális diktatúrák áldozataira. Emléknapra gyűjtünk ma itt össze. Ez lehet egy rég értelmezés szerint az emlékező nap, az emlékezés napja. Ez a múltról szól, amikor a múlt eseményeit idézzük megint a figyelmükbe. De már csak életkoromból fakadóan is azt mondom, hogy a számomra inkább emlékeztető nap, ami jövő generációinak mutat egy nagy felkiáltójelet, pontosan azért, hogy lássák, hogy az emberi szabadságjogokból, az emberek egyenlőségéből és a jogvédelemből soha, sehol egyetlen egy lépést sem szabad engedni. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk.